A híresztelések ellenére medvetámadás nem fordult elő a magyarországi területeken, de tény, hogy vándorolnak a barna medvék, és nálunk is felbukkantak az elmúlt hónapokban, mondta Súlyok József, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetmegőrzési osztályvezetője. Éppen ezért Heves és Nógrád megye északi részén a turistautak mellé ismertető táblákat, a buszmegállókba hirdető táblákra tájékoztató plakátokat helyeznek el, melyeket már átadtak az önkormányzatoknak. Hát ez az akció igazából azokat a területeket érinti, ahol a tavalyi, illetve az azt megelőző évben medve megfigyelések voltak. Tehát itt elsősorban Heves megye északi részét, a Tarnavidéket, vagy másnéven Heves-Borsodi dombságot, illetve Nógrád megyének szintén csak az északi Szlovákiával határos részét. Itt a karancsmedves, illetve a Ipolyig bezárólag a Ipoly-Tarnóci dombvidékig. A turisták figyelmét többek között arra hívják fel, hogyan kerülhetik el a medvével való találkozást, vagy mit tegyenek, ha mégis szembe kerülnek vele. Azt tanácsolják például a szakemberek, hogy sötétedés után ne induljunk el ezekre a helyekre, az élelmet a sátortól távol, jól lezárva tartsuk. A helyi lakosoknak, akik az erdő határában élnek, házi állataik védelmében például a megfelelő villanypásztorok alkalmazását, vagy a nagytestű őrzőkutyák tartását ajánlják. A helyi önkormányzatok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. Mindenkit megkértünk, hogy ha valami gyanúsat észlel, akkor inkább hagyja el a területet, kerülje azokat a helyeket, amelyikre felhívtak az erdészek, a vadfelügyelők itt a figyelmet, tehát próbáltunk segíteni az embereknek, hát ez idáig mondhatom sikerrel. A mostani akció során a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakemberei közel 300 plakátot és 20 táblát helyeztek el az érintett területeken.